Idén is több alkalommal szeretne halat telepíteni a 7 hektáros téglagyári tóba, a Nagymun Horgász Egyesület és legalább 3 versenyt is tervezne tagjainak. Tudtuk meg Kalocsai Lászlótól, a Nagymun Horgász Egyesület elnökétől. Még nem fagyott be a tó, de ha ez megtörténik, a legfontosabb feladatuk a návd vágása. Ha a jégvastagság engedi a tóban, és ha nem, akkor csak a part szélén lesz meghirdetve a társadalmi munka a tagjainak, mondta az elnök. A legfontosabb feladat ugye itt a tónál a nárnak a levágása, mondjuk az a jégvastagságot fog majd függni úgy is, hogy benne is le tudjuk vágni a nádat, vagy csak a part szélén, majd ez meg lesz hirdetve a hírmondóból, hogy a tavon horgászoknak mikor lesz a társadalmi munka, amiben nagyon fontos, hogy a nád le legyen vágva legalább a part mentén. Még javában tart az engedélyek kiváltása, de a szakember bízik abban, hogy a tavalyi évhez hasonlóan fog alakulni a létszám. Tavaly 656 felnőtt horgász és 110 gyermek horgász váltott engedélyt. Hát reméljük, hogy annyian váltanak horgászengedélyt ma a városban, mint tavaly. Tavaly durván olyan 650-660 felnőtt horgász volt, illetve olyan 110 gyermek horgász, aki váltott engedélyt. Hát reméljük, hogy az idén is fognak, mert azért hallja az ember, hogy azért majd én is szeretnék horgászni, másik is mondja. Fontos, hogy a horgászvizsgát kell tenni a horgászás előtt annak, aki szeretne horgászni. Ez most Beregfürdőben van. A nagyon fontos dolog még, hogy a horgászvizsgát is ugye azt le kell tenni valami, hogy mielőtt valaki szeretne horgászni. A horgászvizsga a Beregfürdőben van, hogy lesz, mint lesz, azt nem tudni, mert ott is változott a horgászvizsga. Az első negyed évben meg írásos formában kell lesz horgászvizsgát letenni, de utána már számítógépen kell letenni, és azt lehet, hogy nem fogják felvállalni, mert azért az több 10 000 forintos beruházás laptopokat venni, hogy azon le lehessen vizsgázni. Úgyhogy szerintem, ahogy beszéltem Karsaival is, a Beregfürdőnek az elnökével, aki a vizsgáztatás végzi, ők azt nem fogják bevállalni. Az Egyesület az augusztus 20-a körüli verseny mellett ősszel gyermekversenyt és a tagjainak házi versenyt tervez, és ehhez többszöri haltelepítést is. Ugyanúgy szeretnénk az augusztus 20-ai versenyt, és azt már épp megkaptuk a dokumentumot, hogy azt ki kell tölteni, és 15-ig át kell küldeni a városi rendezvény naptárt, hogy meg tudják csinálni. De hogy még a gyerekversenyt, azt mikor tudjuk, azt még nem tudom meg. Tehát valamikor ősszel úgy, hogy előtte tudjunk telepíteni, hogy a gyerekek is élvezék a fogásokat azért. A nyáron is a halállomány életét biztosítani fogják. Ehhez a legfontosabb a tó vízminőségét fenntartani. Mert ha nem sikerül, az a nagy katasztrófát okozhat. Ehhez próbálnak pályázni is, majd megyei és országos szövetségi pénzekre. A legfontosabb, hogy a tónak a vízminőségét fenntartani, mert hogyha az nem sikerül, akkor sajnos az nagyon nagy katasztrófát okozhat, tehát mindenféleképpen ez nagyon fontos, hogy a tó vízminőségét tartsuk, és ez a legfontosabb. Mindenféleképpen próbálunk pályázni, majd meglátjuk, hogy milyen pályázatok lesznek kiírva a MOHOSZ által, és majd utána tudunk ebbe valamit, illetve más helyről esetleg megyei szövetségtől pályázni, még ezt nem tudjuk, hogy majd mi lesz. Mivel még nem adták le a fogási naplót, nem tudni, mekkora volt tavaly a legnagyobb hal. De a tóban élnek 50-60 kilós halak is. Tavaly fogtak több kilós harcsákat, pontyokat, de ehhez szerencse és türelem is kell, állítja az elnök. Fogtak ilyen nagy harcsákat, az elmúlt évben is fogtak harcsákat, nem tudom, még pontosan mondom, hogy mekkorákat, mert ugye a fogási naplók nincsenek még leadva, és nem tudom meg még így elmondani, de fogtak itt azért egy pár harcsát is fogtak, nagyobb amúrokat is fogtam, amiről hallottam, pontyot is fogtak. Tagjaik közül sokan a természet szeretete, a jó levegő, a csend miatt jönnek a tóra horgászni. Sokan vissza is engedik a kifogott halat. Az Egyesület az egyszeri halásítási költséget felére csökkentette, azaz 14 000 forintot kell fizetni. Aki ettől az évtől szeretne a horgásztóra jönni, horgászni, annak a egyszeri halasítás költségét azt lecsökkentettük felére, tehát 14 000 forint, illetve mi a területi jegyek árába emelést nem csináltunk, ugyanannyi lesz a területi engedély, mint az elmúlt évben. 2020-ban a téglagyári tó mellett több százan váltanak majd területi engedélyt. Karcak környékére, mert sok természetes víz van, és ott is fogtak tavaly szép halakat. A Karcagon és a környéken nyaralók közt is voltak többen napi egyel horgászni. Várhatóan ez idén is így lesz.
Ha szerencse is úgy akarja, akár 30-50 kilós harcsák is horogra akadnak majd idén.